közepes minőségű is alig lesz az idei almatermés. A tavaszi fagyok és a nyári jégverés szinte tönkretette a gyümölcsös kerteket a megyében, éppen ezért étkezési almából akár hiány is lehet idén. 200 forint kilója az almának a nyíregyházi piacon, egyébként nem igen lehet a termelők asztalán látni az őszi gyümölcsöt. A betakarítás még hátra van, de nem sok jóra számítanak az almás gazdák idén. Ebben a nagykállói almáskertben néhány hete jártunk. Látszik, hogy a tavaszi fagyok miatt tönkrement az idei termés. A gyümölcs kezdeményeket abban az állapotban érte a hideg, amikor ugye már a csúcsvilágzáson túl volt, és a kis gyümölcs kezdeményét szépen megpörkölte a fagy, ugye. Az északkeleti régióban lehet a legnagyobb terméskiesésre számítani almából. Az országban egyébként körülbelül 500-520 ezer tonna termésmennyiséget várnak. A gyümölcs 65%-a Szabolcsban terem. Két évvel ezelőtt akkor rekordtermés születeltünk, ahhoz képest szerintünk olyan 30%-os termés mennyiséggel számolunk, és a mennyiség még nem takar mindent, mert minőségét tekintve is a fagytól, ugye fagyléces, meg perzseltes az almák, vagy pedig, hát mondjuk az időredek azok pedig nagyon, egy jó részük, ha az ember megvágja mag nélküli, tehát egyáltalán nem tárolható, csak ipari feldolgozásra alkalmas. Komoly gondok lesznek az étkezési almával, jó minőségű hazai szinte nem is lesz a piacon. A megtermelt mennyiség csak lialmába kerülhet, aminek az ára jelenleg alacsony. A gazdák azt a csekély mennyiségű étkezési almát, amely idén terem, lehetőség szerint addig szeretnék értékesíteni, amíg meg nem jelenik a piacon az olcsóbb lengyel alma. Köszöntöm a stúdióban Takács Ferencet, az Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mekkora a baj? Volt már itt nagyon nehéz év az alma ágazatban. Mondjuk a 2007-es ahhoz képest az idei az hogyan alakul? Igen, sajnos a nézők már biztosan azt hiszik, hogy itt az almában mindig csak a problémákról tudunk beszélni, vagy akkor kerülünk ugye porondra, hogyha valami gond van. Elég tarka volt az idei év, nehéz lenne átlagokat és egységes képet festeni az egyes termőtájakról, még szinte egyes termőtájakon vagy községeken belül is nagyon heterogén az egyes ültetvényeknek az állapota. Volt a megyében olyan terület, ahol szinte 100%-os fagykár volt tavasszal. Azok a részek, amelyek megúzták ezt a hideg periódust, azokat a nyár folyamán érte komoly jégkár, szóval mindenről be tudunk számolni az idei évben. Valóban elég kevés lesz a jó minőségű étkezési alma, hiszen ott, ahol megmaradt a fán az alma, a hideg hatás ott is látszik, mint a bejátszásban is hallottuk, hogy perzseltek, deformáltak a gyümölcsök a fán. Így egyébként nagy mennyiségű vagy nagy arányú léalma az idén úgy gondolom, hogy az összterméshez képest viszonyítva még nagyobb arányú lesz. Hogyan alakulnak az árak ennek tükrében? Azt gondolnánk, hogy ha kevesebb termés van, akkor magasabb lesz a felvásárlási ár, de úgy tűnik, hogy ez nem egészen így lesz. Igen, ez általában ez a tendencia szokott érvényesülni, de az idei az ilyen szempontból is egy különleges esztendő. Sajnos az árakat most már, mivel egy nyitott európai piac vagyunk, nem csak a magyarországi kereslet határozza meg, hanem az európai is. Az európai alma termésről elmondhatjuk, hogy ha ösztömegben nézzük, akkor egy igen jó termés lesz. Az elmúlt 5 év egyik legjobb termése mennyiségét tekintve, hiszen eléri a becslések szerint a 12 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy Európában nem lesz hiány almából. Sajnos a rossz hír az, hogy ez a nagy mennyiség, ez majdnem szinte Lengyelországnak köszönhető, hiszen olyan dinamikusan fejlődnek az új ültetvényeik, olyan ütemben fordulnak termőre, hogy még 5 évvel ezelőtt 3 millió tonnát termeltek, az idei évben 4,2 millió tonnát jósoltak a lengyel szervezetek, és nagy valószínűséggel ezt be is fogják takarítani. Köszönhető ez a dinamikus fejlődés. Nyilván egyrészt van egy éghajlati adottság, de hát a gazdasági környezet azt gondolom, hogy jelentősen befolyásolja. Igen, ezt sokszor felvetik a magyarországi almatermesztők is, és sokszor szervezünk tanulmányutakat, hogy megnézzük, hogy mitől ilyen sikeresek a lengyel termelők.
Sokkal másabb volt ugye az ő indítatásuk, mint a magyarországi almatermesztőké. Nem nagyon voltak nagy üzemek, megmaradtak a családi gazdaságok, és hát nem nagyon szeretnék most belemenni abba a kedvező gazdasági környezetbe, adózási rendszer, uniós támogatások kihasználása, amit az elmúlt időszakban nagyon hatékonyan használtak fel. És azt mondják, hogy mindenki szeretne kimenni városról vidékre és almát termeszteni, úgyhogy ennek köszönhető ez a dinamikus fejlődés. De visszatérve az árakra, óriási hatása van az orosz embargónak még mindig az alma helyzetre, hiszen nem lenne semmi baj, hogyha ennek a lengyel almának a nagy részét, mint 3 évvel ezelőtt, Oroszország felé ugye el tudnák adni, és ez a többlet, ami most nem tud Oroszország felé eljutni, az mint az Európai Unió piacait nyomja. Nagyon jól dolgoznak a lengyel kereskedők, hiszen a világ minden táján keresik azt a lehetőséget, hogy hová tudják értékesíteni az almát, de óriási verseny van a világpiacon. Vannak bizonyos piaci rések, és azért különleges talán az idei esztendő is, hiszen a gála fajtával, ahogy megindult a augusztus közepén a magyarországi almaszüret, egy viszonylag jó áron lehetett értékesíteni. A sajtóban meg is jelentek nyilatkozatok, amit egy kicsit félremagyaráztak, és nem értették azt, amit mondani akarunk, hiszen egy alacsony léalma árral indultunk, ami egy átlagos évben azt feltételezné, hogy néhány 10-20 forinttal magasabb áron értékesülhet az étkezési alma, tehát ez a 17 forint körülbelül egy 50-60 forintos étkezési alma árat feltételezne, de a gála alma fajta az például egy 90-100 forintos áron indult el. Viszont ez annak köszönhető, hogy nyugati szomszédainknál is óriási veszteségeket könyveltek el a fagyok és a jégesők miatt, és ott nagy kereslet volt erre a finom általunk is nagy mennyiségben termelt almára, és ezt jó áron tudtuk értékesíteni. A félelmünk az, hogy azokból a fajtákból, amiből Lengyelországban is nagy mennyiséget állítanak elő, abból már nagyon alacsony áron fogunk tudni értékesíteni az ősz folyamán, ilyen például az idaret fajta, amiből nagyon jelentős mennyiség van Magyarországon is. Mit jelent ez a termelőknek, ez a nagyon alacsony ár? Nem nagyon szeretnék ilyen ár alkudozásba vagy jósolgatásba belemenni, hiszen ha most azt mondom, hogy alacsony, után a kereskedők ezt fogják majd a termelők felé vinni. Az idei évben a betárolt almát nagyon rosszul tudtuk értékesíteni, és ezért mindenki óvatos, nagyon kevesen szeretnének most betárolni, hiszen tavasszal olcsóbban tudták eladni, mint 2015 őszén, ezért teljesen felbojdult a piac, és sokszor tanácstalanok a gazdák, hogy mit is csináljanak, bármi benne van ebben az idei őszben, úgyhogy nem igazán tudnék jóslásokba belebonyolódni. Milyen eszköz van a kezükben? Önök egy érdekvédelmi szervezet? Igen, mi egy non-profit érdekvédelmi szervezet vagyunk, tehát igazából semmiféle politikai lobby erővel nem nagyon rendelkezünk. Próbálunk szakmai tanácsokkal szolgálni a gazdáknak, rendezvényeket szervezünk, és amikor valami krízis helyzet van, akkor felhívjuk a figyelmét a döntéshozóknak, hogy valami segítségre van szükség. Úgy gondolom, hogy az az időszak már elmúlt, amikor állami segítségnyújtás iránt könyörgünk vagy kérünk a jelenlegi döntéshozóktól, hiszen az a 3-4 vagy 5 forintos kilónkénti támogatás, nem vagyok benne biztos, hogy kisegíti a gazdákat. Valahogy azt kell elérnünk, hogyha össze tudunk fogni, hogy a feldolgozókat, felvásárlókat, kereskedőket olyan irányba tudjuk terelni, hogy szükség legyen az almánkra, és a minőséget megfizessék. A legnagyobb probléma most ugye az ipari alma, hiszen itt a sok jégvert és a fagytól deformált perzselt almának, ami az átlagostól nagyobb mértékű, sajnos nem tudjuk étkezési piacon eladni, tehát még azokban a kertekben is, ahol magas színvonalon termelnek, de a jég elverte az almájukat, csak az ipari feldolgozó az, ami fel tudja venni ezt az alma mennyiséget. És ez a nagyon alacsony ár, amivel most megindult a szezon, ez 17 és 18 forint nettó kilónkénti árat jelent. Ez annyira kevés, hogy a 5 forint kilogrammonkénti szedési költség, valamint a beszállítási költség után
6-7 forint marad a termelőnél. Tehát ez már egy olyan lélektani határ, hogy nagyon sokan gondolhatják azt, hogy le sem szedik a gyümölcsöt. Ez nem csak nálunk van így, tehát tájékozódtunk a lengyel partner szervezeteknél, és Lengyelországban is nagy felháborodás van az alacsony, hasonló mértékű ipari almaár miatt. Ők is azt javasolják a termelőiknek, hogy várjanak ki, próbáljanak úgymond nyomást gyakorolni a feldolgozókra, hogy nem szállítanak, és emiatt ugye a feldolgozó üzemek nem tudnak dolgozni. Ez a tevékenység már a tavaly évben, a medgy szezonban úgy gondolom, hogy sikeres volt, és a medgy árát el tudtuk érni, hogy magasabb legyen a szezon végére, mint a kezdetén. Én bízom benne, hogyha ha meghallják a termelők az idők szavát, és akár a nemzetközi helyzetet, és ahhoz hasonlóan itt is egységesen tudnak fellépni a feldolgozókkal szemben, akkor van némi remény arra, hogy a későbbiekben ez az ár ez felfelé mozduljon el. Takács Ferenc, reméljük legközelebb jobb hírekkel fogunk tudni szolgálni az almaágazatról. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.